Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Üdvözlök mindenkit, ez itt a Doperatív, a Dopmen TV politikai álmok futása, ami sokszor dharma beszédbe is fordul, hiszen én vagyok az, a törzsfeje, Laci király, a guru, akiben csalódni fogtok. A holdra mutató ujjak, abból is 10 darab, most ami még megvan mind a két kezem. Ha nem tetted volna, akkor iratkozz fel az Igazi Dopmen TV YouTube csatornájára, lájkold, diszlájkold, illetve kommenteld annak a tartalmait ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá a kis harangra, és oszd is meg a tartalmakat. Kövess be az Instagramon, a Facebookon követsz, nyomjál rá a subscribe gombra, továbbá kövess be a TikTokon, nagyon aktív vagyok, még jósolok is ott, meg tanácsokat adok, meg mindenféle. Fönn vagyok a Twitteren, oda káromkodni járok, a Redditen van egy különbejáratú Dopfiber mafiám, és egyre szaporodó Patreon családom. A tartalomgyártást azt támogathatod a patreon.com/igazidopmentv oldalon, már 24-en vagyunk. Előbb-utóbb utolérem a Gulyás Marcit és a Partizánt, meglássátok. Szóval, hogyha szeretnétek támogatni a tartalomgyártást, és mintha jegyet vennétek a koncertre, vagy lemezt vennétek, úgy csinálni, ezt a patreon.com/igazidopmentv oldalon megtehetitek, illetve hogyha YouTube-on nézitek majd ezt a videót, élő premier formájában, akkor küldhetek szupercsetet, aki pedig a TikTokon követ, küldhet ajándékot. Tehát annyiféle módon dobhatjátok hozzám az alamizsnát, hogy nem győzök belőle majd utazni egzotikus helyszínekre, amiből szintén műsorokat fogok nektek gyártani, úgyhogy érdemes támogatni ezt a tartalomgyártást, amit itt csinálunk. A héten már fölkerült egy élőzenekaros videó a YouTube csatornánkra, a Nagy Dolgok című dalból. Nem sokára fölkerül a Szeretlek is, meg Nem isből is. És hogyha valaki koncertet, vagy bármi más üzleti jellegű dolgot szeretne tőlünk, az a dopebooking187@gmail.com e-mail címmel megtalál minket. Nyitottak vagyunk fesztiválokra, kisebb fellépésekre, sőt, valószínűleg összerakunk egy olyan műsort is, egy olyan repertoárt, ahol standardeket, jazz standardeket fogunk játszani, Sinatrát, meg ilyesmit. De hogy játszik most a zenekar, azt már is tudjátok csekkolni az Igazi Dopmen TV YouTube csatornáján. Nem sokára jön az új videoklip, az új lemez egyik dalából, a Pénz meg a Hatalomból. A videoklip forgatást már 2-szer toltuk el, de Schnittmann testvérem azt ígérte, hogy a héten valamelyik nap leforgatjuk, és egy frenetikus dallal lesztek gazdagabbak a Dopmentől. Igazi Dopmen stíl, rendszerkritika, emberkritika minden szempontból, és a pénznek meg a hatalomnak a kritikája, aminek mindannyian a fogjai vagyunk ebben az univerzumban, mert ezt teremtettük magunknak. Mert ez a mi közös játékunk, a pénz meg a hatalom, meg az ego, meg a nekem van igazam, mert azt is kiszabhattuk volna, hogy az lesz a leggazdagabb, aki a legkedvesebb, meg a legtöbbet mosolyog. De hát mi nem ezt a játékszabályt választottuk, úgyhogy maradt a pénz meg a hatalom, most a nevetés, meg a kedvességet ilyen módon nem tudom megzenésíteni. Csak a pénz meg a hatalmat. Szóval jön az új lemez, több klippel is, több közreműködővel készülnek a dalok, úgyhogy én imádom, amit csinálok, hogy ez mikor jelenik meg, amikor kész lesz. De amikor kész lesz, lehet, hogy akkor se jelenik meg, mert utána úgy döntök, hogy nem adom ki. De bízzatok benne, hogy kiadom. Na. Hát azt hiszem, majdnem mindent elmondtam, amit akartam. Ha meg valamit kifelejtettem volna, akkor elnézést, majd a végén elmondom. Ami viszont biztos az, hogy a mai témánk az a doperatív politikai álmok futásába illő téma lesz, mert ti ezt szeretitek, hát most is 113-an nézitek itt egyszer élőben, és utána YouTube-on még majd több 10 000-en vagy 20 000-en, hiszen jó a műsornak a címe. A műsor címe pedig az, hogy túlnyerte magát a Fidesz. És még oda is rakhatunk egy kérdőjelet, hogy
túlnyerte magát a Fidesz? És túlnyerte magát az ellenzék? Hát a válasz, gyerekek, az egyértelmű igen. Szóval túlnyerte magát a Fidesz. Egyelőre ez nem biztos, hogy rossz különben. Most tankoltam meg az autót, tele dízzellel, egy benzinkúton, nem tudom ki járt benzinkúton most, de a kútoszlopoknál, mikor a hatósági áras dízzellel tankolod a kocsit, akkor már 480 helyett 709-et ír. De nem kell megijedni, ott van a kormányrendelet, tehát ha bemész fizetni, akkor megmutatod a forgalmi rendszámodat, illetve a forgalmidat, és akkor a hatósági áron számolják nektek a dízel árát. Viszont félretéve a gúnyolódást, meg viccelődést, a teletank az olyan 32 000 forint lett volna most a Golfba, ehelyett viszont egy szendvicssel, egy kókuszruddal és egy üdítővel kiegészülve volt 22 000 forint. Tehát azt mondom, hogy ezért a hatósági árért azért érdemes rezsiharcolni. Ezt a háborút én tudom támogatni egyelőre Európában, főleg, hogy úgy látom, hogy egyre több helyen igyekeznek ezt átvenni. Na de vissza a témára, tehát hogy túlnyerte magát a Fidesz. Azért jutott eszembe ez a téma, illetve azért gondoltam, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni, mert a utolsó politikai hobbista pluszban, ahol a Pesti TV adásában beszélgetünk a Gerő Andrással, a Molnár Attila Károllyal, az Ambrózi Áronnal és a Jeszenszky Zsoltnak a műsorvezetésével, ugye szóba került ez a Pesti TV bezárása kapcsán a Gerő Andrástól ez a gondolat, hogy túlnyerte magát a Fidesz, és most már annyira gátlástalan, hogy bármit bezár. Tehát még a Pesti TV-t is bezárja meg. Még olyasmit mondott egy G. Fodorral való beszélgetésében, hogy egyre inkább bevonja az egyházat így a hatalom gyakorlásba, vagy a hatalom működésébe, amit én azért abszolút nem látok reálisnak, ebben vitatnám az Andrásnak az álláspontját. Tehát én azt gondolom, hogy a manírokba, meg a küllembe, meg a díszletbe berakják az egyházat, de igazából valljuk be, Magyarországon az egyháznak se katolikus, se református, se semmilyen szinten nincs már olyan hatása a hétköznapi emberi életre, hogy valódi nyomást tudna gyakorolni a magyar emberek gondolataira. Tehát ez így jól néz ki, hogy nagyon vallásosak vagyunk, de tudjuk jól, hogy a fiatal nemzedékek azok már inkább a Thorba, a Pókemberbe, Batmanbe, Supermanbe, Daredevilbe is, mit tudom, melyik Marvel hősökbe jobban hisznek, mint a keresztény Úristenbe. Szóval az az igazság, hogy ez így jól néz ki, meg a keresztény konzervatív látszatot erősíti, viszont azt hiszem, hogy ez szimplán csak egy ilyen manír. A Pesti TV bezárását az szintén nem a Fidesz hatalomgátlástalanságának tudom be, annak ellenére, hogy én megszerettem ott a srácokat, főképp akikkel együtt dolgoztam, de valljuk be, én azt gondolom, hogy itt strukturális problémák voltak a tévével, és ezért zárták be ezt a tévét. Magyarán nem hozta a számokat, nem akartak annyi pénzt belerakni, hogy a számok olyanok legyenek, amilyeneknek lenniük kéne, nem csináltak olyan PR marketinget mellé. Tehát tulajdonképpen a MOR megtette kötelességét, és a MOR távozik, és majd valamilyen más módon áttranszformálódnak az értékes emberek a Fidesz propagandáján vagy médiáján belül, vagy éppen olyan médián belül, ami nem kötődik olyan szorosan a kormány odahoz, tehát még véleményt is alkothat, vagy kritikát formálhat meg, de mindenféleképpen inkább oda sorolódik. Tehát van ott sok jó arc, nagyon sok, tehát Takács Áron, de Ambrózit nagyon bírom, a Takács Áront azért bírom főként, először azért bírtam, mert a Takinak a buddhista főiskolán volt tanárom, neki a fia, és apukáját is nagyon szeretem a FAM-mal egyetemben. Egyébként meg amit csinálnak műsort, az Elszabadult hajóágyút a Kontrának a csatornáján, ajánlom mindenkinek, nagyon zseniális. Tehát az egyik legjobb ilyen talk show.
nem fog tetszeni a balliberális embereknek, de igazából egy liberális talk show ilyen. Tehát annyira tolják a trollba ezt a intellektussal alátámasztott kreténséget, hogy zseniális a show. Tehát igazi amerikai beszélgetős műsor, mindenkinek csak ajánlani tudom. De mondom, ez fölmerült így a Gerő András részéről, aztán volt szerencsém megnézni a kötött fogásnak a csütörtöki adását, ugye az pedig így a legzseniálisabb műsor lett olyan szempontból, hogy az a szomorkodó műsor. Tehát ott megy a szomorkodás. Van a Schaller, abban is voltam, én mindkettőben voltam. A Schaller lett az egy ilyen Havas Henrik által irányítatlan káosz, ilyen, na én kérek elnézést, mindig ezt mondják, már megbocsás, már bocsánatok kérek, de így van, tehát ott megy egy ilyen össze-vissza kárálás, és a másik, az pedig a kötött fogás, az a legnagyobb, az a síró-pityogó műsor. Tehát a dráma, a világ vége. Itt a világ vége, mindent. Orbán elintézi az országot, és már nincs semminek értelme. Már semminek sincs értelme, mondja Csintalan Sándor, mert ez az ország megtanult nyomorban élni. Ezek megtaláltak, most már ez már nem a hülyék országa, most már az ország megtanult nyomorban élni, és hogy túlnyerte magát a Fidesz, és most már hát igen, a számok mondják, hogy egyre növekszik a Fidesz tábora, az ellenzéki szavazó tábor most már a 35% körül van, közvélemények, kutatások szerint, legyenek azok bármik is, és a fideszes érzelmek, vagy a Fidesz-e szavazók szám, ezek nem mind fideszesek, csak inkább oda szavaznak, ezek meg már 60%-ra rúgnak, annak ellenére, hogy extra profitadó, meg multiadó, meg ez, meg az, meg ilyen dolgok, meg olyan dolgok, és még ráadásul ugye diktatúra is van, meg nincs jogállam, és háború van, és nehéz gazdasági helyzet, szóval tudod, ezek a megmondó emberek ilyen értetlenül ülnek, és így néznek, hogy hát de miért, hát én ezt nem értem, hát most mi legy, hát a Fidesz megöli az országot, jaj, és ez megy, és hogy az emberek nyomorba tudnak élni, megszokták a nyomorba élést, és hogy vége, hogy mit kéne csinálni, és a teljes apátia, szomorúság, és hogy túlnyerte magát a Fidesz, és most jön a teljes gátlástalanság, ez ment, és most még láttam egy ATV-s interjúban egy közgazdászt is, aki az adókat szitta, tehát hogy egyébként hozzáteszem, tehát azt, ami a leginkább minket érint, a bankokat érintő megszorításokat, meg a MOL megszorításait ott aláírta a multiadót, tehát az nagyon jó. Na, ha valahol megfizetjük az árát a multiadóknak, az a bankok, meg a MOL. Tehát ezeknél fogjuk a legjobban megfizetni, viszont a Tesco-s multiadót, meg az ilyen-olyan külföldi multik adóztatását, azt meg nem értette az ATV-s közgazdás. Szóval érdekes volt ez a sokfajta ilyen info, hogy túlnyerte magát a Fidesz, és hogy ez hogy érinti az egész politikát, és mi lesz ebből most vajon. És ezért gondoltam, hogy csinálok erről egy videót. Hát túlnyerte magát a Fidesz, tehát ez nem kétséges, gyerekek, hát tényleg túlnyerte magát. Tehát nincs ellenzék, nincs másfajta gondolat, szinte nincs kritikus hang, csak látjátok, sírás van, pityogás, meg értetlenkedés, és most minden ellenzéki megmondó ember, illetve ilyen független emberek, akik hatalmas gőzzel mondták, hogy kormányváltás lesz, tehát egyel kisebb gőzzel mondták, mint a Gyurcsány, meg a Jakab Péter, meg a Márki-Zay, egyel kisebb gőze, azok most mind, hát ez az ellenzék is, most aztán halálra szidják az ellenzéket, tehát most hát ilyen alkalmatlan szarok, önreflexió, semmi, fikázzák őket életre, halálra, a legnagyobb, sírok a nevetéstől. És amikor én ezt elmondtam, már a választás előtt másfél éve, vagy kettőve, vagy hárommal, ugye mindenki mondta, hát téged fizet a Fidesz, meg minden. Oké, fizessen engem a Fidesz. Nagyon szívesen elfogadom tőlük is a TikTokon az ajándékot, a Patreonon a mikroadományt, a YouTube-on a szupercsetet,
és még minden mást is, és nagyon szívesen adok tanácsot, nagyon sok pénzért, esküszöm. De a góréval még egy kávézésért is. Tehát egy havi egy kávé, tudjátok, az kamázom. Szóval ugye megy ez a nyavalygás ezzel a témával kapcsolatban, és egy dolgot felejtenek el, hogy mondom még egyszer, tehát ez a túlnyerés, ez van, elmantráztuk már százszor, és nyilván itt fölmerül egyébként tényleg és valóban az önmérsékletnek a kérdése, hogy hogy fog önmérsékletet gyakorolni. És onnan tudom, hogy túlnyerték, tehát ez a Fidesznek is egy üzenet, hogy az emberek egymás közt, mint a Kádár rendszerbe, lehet, hogy ez elsőre tetszetős, csak közben azért nem annyira jó, tehát elkezdték a kormányt ilyen pártunk és kormányunknak nevezni. Ilyen hétköznapi beszélgetésekben. Tehát én már több dologgal kapcsolatban hallottam ezt, hogy pártunk és kormányunk. És tudod, ez olyan szockó. A szociál az egész. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ebbe az irányba kéne feltétlenül elmenni, hiszen nem is ez a cél, meg azt gondolom, hogy az Orbán nemzetközi, meg világszintű, meg magyar missziója talán nem is erről szól, hogy ő Kádár János akar lenni, de a békebeli baraknak a vezetője, amire majd egykor szépen emlékeznek a meghalt nyugdíjasoknak a gyerekei, hogy még a nagypapa, meg a nagymama mesélte, hogy mikor ment fölfelé a konjunktúra, akkor milyen jó volt az Orbán rendszerben. Azt gondolom, hogy ezen túlmutatna a történet, de már elkezdték így hívni, és ennek vannak okai, szóval ugye vannak az Orbán rendszernek hátulütői, a nagy meggazdagodások, a némi nemű fennhéjázás, bizonyos befektetések, amik helyett valóban lehetne másokat csinálni, olyan fajta megközelítések, amik helyett lehetne másfelől közelíteni, de hát mindenhol van kritizálni való dolog, viszont ezeknek az ellenzéki embereknek, akik itt most sírva, pityogva, meg apátiába szidják az ellenzéket, arról kéne beszélni, mert nem ez a lényeg, hogy az Orbán túlnyerte. Oké, túlnyerte az egészet, tényleg túlnyerte, és ráadásul úgy nyerte túl, szóval ezzel kéne foglalkozni, hogy úgy nyerte túl az Orbán a választást, hogy ahogy ő akarta. És ennek az ellenzékére föladta magát, hogy az Orbán túlnyerhesse a választást. Magyarán ő megverte őket külön, aztán félig meddig egyesülve, és utána össze is söpörte őket, és úgy is megverte őket. És hogyha ezt meg tudta tenni, gyerekek, szóval ezt meg tudta tenni, mert azért azt valljuk be, ezen szeretnek gúnyolódni balliberális újságírók. Én a 24.hu-nak is hallgatom a 3/3 műsorát, hogy jaj, mert eleget dicsértük az Orbán, mert minden. De hát ez az igazság, ha ezt meg tudta tenni, nagyon penge az ember. És plusz, vagy nagyon gyenge az ellenfél. Na most ezen kéne elgondolkozni, hogy miért tudta az Orbán túlnyerni magát. Hogy miért tudta ezt megtenni, hogy túlnyerte magát a választáson, és miért tudja azt megtenni, hogy azokkal az intézkedésekkel, amiket hoz, 60%-os népszerűsége van a pártjának. Mi az oka ennek? Mire kellett volna odafigyelni? Anó, a Covid ügynél például, ugye? Gazdaságilag, meg politikailag, meg hozzászólásokban, meg megnyilvánulásokban. Meg mikor jött a választás, akkor lehet, nem, hogy a ciki figuráknak valóban ki kellett volna szállni ebből a játékból, meglepni az Orbánt egy gyurcsánytalan indulással. Lehet, hogy kicsit másképp alakult volna a történet. Rá kellett volna jönni, nem, hogy saját fazonjainknak, meg a figuráinknak a cikiségére, meg a butaságára, meg az alkalmatlanságára. Szóval az az igazság, hogyha négyszer vallok kudarcot, akkor már nem kell sírni azon, hogy túlnyerte magát az ellenfél. Tehát ezek megvívtak egymással a ringbe már négyszer, és négyszer kikaptak K.O.-val, és egyre nagyobb K.O.-val. Ez bunyós nyelven úgy hívják, hogy az ellenzék ütésrészeg már.
alkalmatlan a csatára. Nem is szabadna ringbe menni. Ilyenkor mondják a boxolónak, Roy Jones-szal nem mennék párhuzamot húzni, itt az ellenzék egyik figurájával kapcsolatban se, de ilyenkor mondják a Roy Jones-nak, mikor már elszenvedi az ilyen 5.-6. ilyen nagyon kellemetlen káos feleséget, hogy tesó, már nem menj be a ringbe. Már neked ez nem kell. Egykoron tudtad, manapság már nem tudod. Nem vagy alkalmas. És gyerekek, el kellett volna gondolkozni, hogy megtesznek egy olyan embert vezetőnek, a Márki-Zay Péter szemébe, aki valóban nem is volt vezető, meg nem is volt elképzelése se, de ami a legkeményebb, hogy semmiféle reflexióra nem volt képes menet közbe. Szóval egyáltalán nem, nincs olyan képes, az Orbán egy olyan ember, aki csata közbe tud változtatni. Megnézi a meccset, hogy néz ki a bunyó. Jön az ellenfél, ezt üti, azt üti. Védekezik, figyelget, stb. És utána fogja magát, mint a mélyvedőr. És hozzá alkalmazkodik a meccshez, és elkezdi azt boxolni, amit kell. És ezzel szemben bevetettek egy olyan embert, aki még egyfajta harcnemet se tud rendesen csinálni, tehát azt az egyetlen dolgot se tudja jól csinálni, amit csinál, nem hogy változtatásokat eszközölni, reflektálni dolgokra, stb. És most mindenki fogja a fejét, és nyomja a kritikáját, és most is mondják az intézkedéseknek a kapcsán, hogy ez a rezsicsökkentés, ez egy gyász, meg minden. Szóval, emberek, őszintén szólva, be kell vallani, hogy nagyjából úgy jól csinálták a dolgokat. Persze megvannak ezek a pénzzel folyató stadionok, meg ilyen-olyan dolgok, mindenki tudja, ők ezen keresztül újítanak, meg építkezéseket, a másik meg máshogy újított, látjuk itt egyébként, hogy hogy működik ez a fővárosi önkormányzatnál, meg ilyen-olyan önkormányzatnál, meg itt, meg ott, ahol ezek hatalomba kerültek, tehát ilyen minőségű változás ez nincsen hozzájuk képes, de ettől függetlenül tudnak kormányozni, és helyzetet is tudtak kezelni. Tehát ugye itt mindenki panaszkodik az infláció miatt, meg hogy hogy elszállt a gazdaság, meg most nem kellett volna ízíteni a gazdaságot, meg ez kellett volna, az kellett volna, mondja ez a közgazdász is. Na én emlékszem arra, hogy mit mondott az ellenzék, mármint Brüsszelnek, meg az EU-nak a magyar hangja, mit mondott, amikor bejött a Covid. Ugye azt mondták, akkor az volt a fáma, hogy mindenki a pincébe. Mindenki be a pincébe, és ez a, hát valljuk be, felső légúti betegség, ami más, de nem sokkal súlyosabb, mint egy influenza, és most egész érdekes módon nyomtalanul eltűnt, pedig most is van a covidos esetek, tehát a világnak a történetéből úgy, mint kiírták a covidot. Az most nincs, most háború van, értitek? Meg majomvimlő, de az úgy látom nem ütött át annyira. Szóval azt mondták, ugye, hogy mindenki a pincébe zárkozzon be, se kisebbe, senki nem mehet sehová, a sehová is maszk kell, nem lehet nyitva tartani, nem lehet csinálni semmit, és kapjanak a magyar emberek alapjövedelmet. Meg ellátást. Meg ezt, meg azt. Na most kérdezem én, ide jutva, ami most van, ha a magyar emberek közel 3 éve munkanélkül, leállított cégekkel, sehova nem menve, alapjövedelemből éltek volna, amit az állam fizet, akkor most hol tartana a gazdaság? Mekkora lenne az infláció? Mert így is, amit lelassítottak a gazdaságon, meg megállították a körforgást, meg ugye visszafogták az agarakat, mert nem lehetett volna, akkor ha ez úgy lett volna,
hogy nem lehet menni, csak adják a havi 105 ezret, meg mondjuk fűtik az áramot, meg ugye ki kell fizetni a rezsinket is, mert ha nem dolgozunk, azt se tudjuk, akkor kérdem én, most mi lenne az inflációval? Kedves ellenzéki barátaim! Szóval az egész választási dumájuk, a programjuk, az semmi másról nem szólt, csak arról, hogy az Orbán ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, de hogy mit kellene kezdeni dolgokkal, annak a kapcsán, hogy hogy oldódjanak meg a dolgok, az a semmit nem tudtak tenni, és ezért nyeri túl magát a Fidesz. Mert amikor látod, hogy nem elég, hogy ütés részeg a banda, de még tehát elképzelésük nincs, kiadják a belharcot, minden látszik kifelé, látszik, rendezetlen, nincs rendben emberek, győznének. Na most ugye Csintalan is mondja, hogy a magyarok megtanultak nyomorba élni. Na most én nagyon bírom különben ezeket a kormánykritikus újságírókat most, ezek nem voltak olyan kormánykritikusak 2010-ben, sőt, keményen nyomták a taposó malomba a melót azért, hogy a Fidesz előbb-utóbb oda jusson a hatalomgyakorlásba, ahova jutott. Na most azt is tudni kell, hogy ezek nem elviségből, meg nem ilyen szent meggyőződésből fordultak el a Fidesztől. Szóval a Fidesz mentalitása az semmivel nem volt másabb 2010-ben, mikor átvették a hatalmat, mint most. Sőt, szerintem most 100-szor lazább, mint volt akkor. Tehát 2010-ben, mikor a váltás volt, akkor 100-szor ilyen erővel próbálták megszerezni a sarokpontokat, tettek meg lépéseket, és a többi, és a többi. Na de egy dolgot kérdezek ezektől az emberektől, akik anno akkor nagyon tolták a Fidesznek a szekerét, csak ugye a Simicska miatt rosszul döntöttek, a Simicska ügybe is rossz lóra ültek rá, és elvágtatott velük olyan irányba, hogy most szomorúan néznek maguk elé itt az életben, mert kiestek a pixisből. De hát a politika az ilyen különben, tehát kiesel a pixisből egy perc alatt, nincs rá szükség, nem vagy pótolhatatlan, ez érdemes az embernek saját lábán állni tényleg, ha csak nem a Viktor az apukája, mert akkor megteheti, hogy úgy áll saját lábán, hogy az azért másképp működik, de ami a lényeg, hogy ez érdemes a saját lábon állni, mert hogyha jön valamiféle megbízás, vagy bekerülsz a propaganda sajtóba, legyen az a Puzsér a Hírklikbe, vagy éppen valaki más a Pesti TV-nél, vagy akárhol, tehát nincs gond, el kell kérni a lét, én senkit nem kárhoztatok, félreértés ne essék. Tehát, hogy a Puzsér pénzt kap a MSZP-s sajtóból, meg a Havas Erika, a Jobbiknak a sajtójából, meg a Parakovács, engem nem zavar. Az se zavar, hogy a pesti srácokat elhelyezik majd a Fidesz médián, hát tök jó, éljen mindenki, jó, keressék szedni magukat, annál boldogabbak lesznek. Legyen pénzük, úgyis csak pénz, nem érdekes. Addig, amíg van, amíg jó, úgyis elkölti az ember, az a természete. De amíg ilyen melót csinálsz, jól meg kell magad fizettetni, mondjuk szerintem ennél Csintalannál nem volt baj ezzel, tehát ez jól meg kell kérni a pénzedet, és utána kiesel a pixisből, nem kell megsértődni, mert ennek ez a természete, ennek a játéknak a politika ilyen, politikusok ilyenek, és nem kell sírni a szárnak, hogyha rosszul döntöttél, vagy elkezded anyázni azt, akinek eleve dolgoztál és fizettet téged, érted? Lehet, hogy azért fizet, hogy anyázd, de azt ti egymás között megbeszélitek, hogy akkor most azt fizetem, hogy anyázzál engem. De amikor nem beszéltek meg, akkor nem kell anyázni. Na mindegy, ők kőkeményen benne voltak ezekben a dolgokban. De egyet kérek, tényleg. Tehát, hogy ezt a magyarok megtanultak nyomorba élni, meg a magyarok szegények, meg minden. Ezt azért kérem, hogy ezt engedjék el ezek a fideszesek, akik valaha fideszes újságírók voltak, és most Magyar Hang néven mennek, meg ilyen olyan újságokba. Mert a magyarok, amikor ők hatalomra kerültek, és tolták az Orbánnak a szekerét, mint az állat, kőkeményen tolták ezt, akkor se volt semmivel, se kevésbé diktatórikus érzete a
másik oldalnak, tehát mindenki kurvára meg volt ijedve, hogy ezek most mindent elvesznek, és mindenért bosszút állnak, és minden, tehát, és hogy az ellenség, vagy az ellenzéki megmozdulások, beszédek, stb. Ellehetetlenülnek, és akkor próbáltak is elnyomni embereket, többek közt ezt a szemüveges palit itt előttetek. Tehát amikor ebbe voltak, ezek mikor tolták azt a szekeret, akkor a magyarok sokkal szegényebbek voltak, mint most. Közvetlen Gyurcsány éra után. És még az első Orbán érában is azért vándoroltak ki az országból. Ilyen tömegben. Mert szegények voltak. Akkor ezeket nem izgatta, hogy a magyarok megtanultak nyomorba élni. Hogy? Miért kell neked beszélni? Hát a magyarok most lehet, hogy jövőre már nem így lesz. Én minden meditációm azért megy, hogy tartson ki a jó szerencsénk, meg tudjanak kormányozni, meg megoldódjon a világhelyzet, vagy ha nem oldódik meg a mi helyzetünk, akkor is oldódjon meg benne. De ami a lényeg, hogy a magyarok a rendszerváltás óta még egy kormány alatt nem éltek így. Egy alatt se. Ezt akárki, akármit. Tessék, meg lehet kérdezni. Antal kormány alatt hogy éltek a magyarok? Hon kormány alatt hogy éltek a magyarok? Akkor volt egy szakasz, amíg jobban éltek, aztán ott a bokros csomag. Utána első Fidesz kormány alatt jobban éltek a magyarok. Utána jött a Medgyesi, 100 napja után szarul éltek. Gyurcsány után kurva szarul éltek. Első Orbán kormány szarul éltek, megszorítások, stb. Második Orbán kormányba elkezdett fölemelkedni, harmadik Orbán kormánynál már szárnyalódott, és még a negyedik Orbán kormány ugye most indul. Ugye? Negyedik? Várjál, hát ez a negyedik, ugye? Na, tehát most fogjuk meglátni. Most ez tényleg egy teszt időszak, tehát ki fog derülni, hogy mit tud ez a brigád, és fent tudják-e tartani a szintet. Nyilván nem véletlenül beszélgetnek, hogy milyen világhelyzet vár ránk, de majd ez kiderül. Hát, hogyha a világhelyzet megdönti őket, az egy dolog. De a mérlegük még így is jobb, mint bármelyiknek. Tehát az, hogy a magyarok, mint magyarok, nem bizonyos szegmensek, mert vannak szegmensek, akiknek rosszabb lett, nehezebb lett, nem úgy van az érdekük képviselve, stb. De átlagosan a magyarok soha nem éltek így, mint ezek alatt. Soha. Nem véletlenül nyernek így, hát értsétek már meg. Különben nem lehet megetetni mindenkit. Az emberek többsége a hasával, meg a zsebével, ötödik kormány, oké, akkor ez az ötödik. Nem számoltam, jó? Köszönöm Beg Zolinak, aki most hozzászólt. Tehát az a zsebével, meg a hasával szavaz. Se nem a szívével, se az elveivel, se az eszméivel. Az, akik így beszélgetnek maguk között, azoknak számít. Na most szóval emiatt nyerte túl magát a Fidesz, és keverte magát egy olyan helyzetbe, hogy jelen pillanatban nincsen számára kihívást jelentő olyan ellenpólus, akivel szemben normálisan meg tudná magát határozni. Viszont itt jön be, amitől félnek az emberek, hogy majd most jön a diktatúra, meg a, hogy most már aztán totális gátlástalanság lesz. Hát alapozták ezt arra igazából, hogy mikor volt a kormány alakítás, akkor megjelentek ezek az oligarchák, meg kérdőjeles emberek, ugye, akiket a kampány alatt azért bújtattak az emberek elől, mert azért érzik, meg hát a Viktor pontosan tudja, hogy szüksége van egy pénzügyi háttérre, meg egy ilyen brigádra, de az emberek előtt ez, valljuk be, cinkes, érted? Tehát nem annyira vállalható történet. Na most nem véletlenül rejtik el őket. Én itt most morális álláspontokról, meg erkölcsökről, meg etikáról nem veszek, mert ezt már rég mondom nektek, de ezt felejtsétek el. Itt bárki, aki morális alapról beszél, meg etikáról, meg erkölcsökről, baloldaltól, zöld politikán át, liberálisig, keresztény, konzervatívig, kamuzik. Tehát az a rizsa része. Azért jó a Viktor egyébként, mert egy totálisan pragmatikus politikus, tehát ő teljesen azzal foglalkozik, hogy mi van a
helyzettel, és a helyzetre a megoldást keresi. És mivel mélyvedőn módon csinálja, tehát a megoldást ugye megtalálja a baloldali eszközzel, baloldalival, a jobboldalival, jobboldalival, és mindig a tömegnek politizál. Ez azért mondom, ez aktuálisan bizonyos szegmensnek lehet szar, de a tömeg mindig jobban jár vele, mint a szegmensek, mert nem a szegmenseknek játszik. Ez a lényeg, ő lakossági, fogyasztói popzenét játszik, amit mindenki kamáz. Erre figyel oda. Na de igen, tehát a túlhatalom, meg a túlnyerés, az veszélyes. És az a lényege, hogy ezzel mihez tud kezdeni. De amiatt meg, szóval tényleg az van, hogy ez itt most egy veszélyes pont, mert ugye meg fogjuk látni azt, hogy az élelmiszer árak, meg egyébként az életnek az ára, meg a költségek, meg minden, hogy fognak emelkedni. Na most nem véletlen az, hogy elkezdték ezeket az árplafonokat máshol is bevezetni, szóval tanulják is a módszerét, mert még egyszer mondom, bementem ma a benzinkútra, megtankoltam. Hát, ha az európai áron veszem a benzint, vagy a dízelt, akkor az bizony 12 000 forinttal kellemetlenebb lett volna egy teletanknál. Ugyanez van a fűtésre, stb. Tehát egyrészt ugye ezeket az intézkedéseket valamilyen módon védeni kell. Mert hogyha nagy arányba romlik az embereknek az életkörülménye, akkor az az embereknél felzúdulást okoz. És igazából már az Orbánra az egyetlen veszélyt, mint politikai váltóhangulat, az embereknek a hangulata okozhatja. Na most itt van az a fontos pont, tehát most már senki nem tudja önmérsékletre biztatni, vagy inteni az Orbánt, és ezt neki magának kell megtenni komoly mindennapi meditációval. Csak mivel pragmatikus emberről van szó, tehát nem ülje a csávó, tudja jól, hogy a magyar, tehát amiről beszélnek például a Csintalnék, hogy diktatúra lesz, meg fasizmus, meg 1920-as évek, meg stb., hogy a magyar alkalmatlan erre, hogy diktatúrában éljen, egész egyszerűen individuálisan nem úgy van fölépítve. Tehát kell neki egy olyan fajta helyzet, ahol járhat a szája, pörölhet, mondhatja magáét, sunyiskodhat, stb., csinálhatja dolgát, így vehet, úgy vehet, stb. Értitek? Ahol jöhet a kis kacsingatás, a zsebbe dugott pénzek, az ilyenek, amit mi csinálunk, amit élünk, ami miatt nem tetszik nekünk a rendszerünk, mert azt hiszük, hogy Angliában máshogy van, meg a svédeknél máshogy van, meg itt-ott máshogy van, mert sehol nincs máshogy, mindenhol ugyanígy van. Ez egy több fura képzet, hogy ez egy hülye kamuduma, hogy máshol nincs ez. Mindenhol ez van. A legjobb körülmények között élő országtól kezdve a leggagyibbig. Az ember mindenhol ember marad, és valamilyen módon a nyelv miatt, meg a nyelv által manifestált gondolkodás miatt máshogy valósítja meg a saját köreit, de azokat lefutja minden körülmények között. Tehát ez mindenhol mindig így alakul, de valóban az Orbánnak szüksége lesz önmérsékletre, mert ha átmegy egyébként diktátorba, és elkezd nagyon rendeletileg diktálgatni, és a diktálásai nem úgy ütnek, ahogy ő azt gondolja, vagy nem úgy sülnek el, akkor bizony bajba kerül. Mert akkor megszületik az a fajta erő, ami le fogja váltani. Mert nincs olyan erő, nincs olyan hatalom, ami le tud nyomni 10 millió embert. Ezért mondom, Észak-Koreában az észak-koreai emberek azok a Kim Jong-un alatt akarnak élni, mert ha nem akarnának, lazán lefejeznék. Hiába a hadserege, hiába lő a tömegbe, semmit nem tudnak csinálni. Szóval azért nem tudom, mit kell rinyálni, hogy diktatúra, meg megváltoztathatatlan, semmi megváltoztathatatlan nincs. Az Orbánnak, ő imádja ezeket a nyomásokat szerintem, de most van egy olyan helyzet, ahol a leginkább kell használni az eszét, és ő ezt kamázza legjobban. Jó, hát most gömbölyded a barátunk, tehát róla önmegtartóztatás, meg az önmérsékletet nehéz feltételezni, de én azt gondolom, hogy fejben nagyon peng az ember, és nagyon rajta van azon,
hogy hogy lehet ezt úgy játszani, ezt a játékot, hogy számára ez működőképes legyen. Nem mondom, hogy önzetlen indokok vezérlik, de pontosan tudja, hogyha hatalomba akar maradni, és akarja azt a fajta utat végigjárni, amit ő kitalált magának is, amit az országnak is tervez. Márpedig továbbra is azt látom, hogy ez a végcél, hogy ez az ország lehetőleg az európai államoktól, Oroszországtól és Kínától is, meg bárki mástól is, lehetőleg minél függetlenebb, minél inkább a saját lábán álló ország legyen, aki valamiféle kis dologon keresztül, egy unikumon keresztül működik, azt másképp nem tudja végigcsinálni. Szóval a külföldi multikat, meg mikor siratja a közgazdász, az egyszer megáll, érted? Hát akkora adókedvezményeket kapnak itt a külföldi multik, tulajdonképpen offshore módon működnek Magyarországon. Az összes külföldi multi. És akkor azt írják alá, hogy hát a bankokat jó, hogy megadóztatják, meg a MOL-t. Rendben, hogy azok is szétkeresik magukat, de hát azok szopatják meg a legjobban az embereket. Nem a Tesco, meg a Ocean, érted? Bár az most már állítólag félig magyar, de azokat meg sajnálják. Szóval arra is gondolni kéne egyébként az ellenzéknek, hogy mégiscsak az országok játékát játsszuk, és nem lehet Brüsszelnek a szinkron hangjának lenni, vagy egy elképzelt brüsszeli viselkedésnek, vagy politikai üzenetnek meg ilyen. Szóval nem lehet, valamilyen módon el kell találni azt a hangot, amit az emberek elvárnak, vagy szeretnének, olyat kell mutatni, ami tetszetősebb, ami csinosabb, ami jobban szól, ami nagyobbat üt. Tudom, hogy nehéz, de ezért nyeri túl magát, és ezért kell most saját magát kontrollálnia. És ezért kell lassan megteremteni a saját maga ellenzékét, mert nincs versenytárs, nincs mind hőbörögni, meg az ellenzéki újságírók se tudták jól elvégezni a munkájukat, az ellenzéki politikusok se tudták, és továbbra se tudják. Továbbra se tudják, és ezért vannak, nem csak azért, mert a győztesre szúznak az emberek, meg az erősebben szeretnek lenni, hanem azért, mert továbbra se jól végzik el azt a munkát, amit kéne. Amit egy ilyen helyzetben kéne. Hanem megint csak azt mondják, hogy szóval olyannal nem tudsz népszerű lenni, hogy azt szeretnéd, hogy 800 legyen a benzin, meg hogy fizessenek az emberek többet a fűtésért. Szóval ezekkel nem tudsz, és közben akkor ellentétesen, hogy a kaja meg miért nem olcsó, meg... Szóval ez nem fog menni. Itt világ folyamatok vannak, ezek között kell lavírozni. És lavírozásra alkalmas ember kép tudja vezetni az autót vagy a hajót. Más nem. Na most, ha nem tudtok kitermelni egy lavírozásra alkalmas embert vagy újságírót, akkor mit akartok? Akkor ez ide vezet. Hogy ez lesz, hogy már szinte csak fideszes képviselő lesz a parlamentben. Meg még a mi hazánk. Meg még az Ungár Péter, akit érted, beültet anyukája a parlamentbe, sőt, ellenzéki lesz. Szóval itt ez az igazság, most valljuk be a frankot. Az egészet magának köszönheti ez az egész brigád, mert nagy lófasz nem készültek fel rendesen a meccse, ez olyan, mint aki nem megy el a futóedzés, nem csinálja meg, nem iskolázik, nem hasazik, nem kesztyűzik megfelelőképpen, nem készül fel, az úgy megy le a meccse, leverik, mint vak a poharat. Tehát ez az igazság, és ez történt, és ennek az eredménye történik most már, ugye, 12. éve? 12. éve, ugye? 10, 14, 18, 22, most én, tehát az 12. éve, ez megy. Itt akarnak, érted? Na de, én mondom, hogy én nem félek a diktatúrától, én ezeket se látom a túlhatalom jelének, de erre valóban figyelni kell, hogy ez ne legyen diktatúrába hajló dolog, de egész egyszerűen a világon egyre nehezebben élnek meg ezek a fajta klasszikus diktatúrák. Ha meg lesz, akkor lesz egy nagy, ami az egész egy nagy világbirodalom. De arra jobb felkészülni, gyerekek, hogy
nem olyan diktatúra jön, amit ezek a politikusok határoznak meg. Egész egyszerűen mi emberiség úgy élünk, a gépeinket úgy fejlesszük, a kultúránk olyan irányba alakul, hogy aki nem lesz flexibilis, az lemarad. Lemarad, aki nem képzi magát, nem tanul, nincs ott az információban, aki ilyen világ életre szóló dolgokban gondolkozik, meg nem rugalmas, az lemarad, és az majd csak nézi a többit. Mert közben ő is arra vágyik majd, hogy a többi hogy él. Mert egyébként itt a kaja ár. Szóval tudom, hogy drága a kaja. Kétszerese a kaja, annak az ára, de kétszerese a súlya az embereknek is, mint amilyennek lenni kéne. Tehát lehet egyébként egy jó gondolat volt írta nekem valaki, hogy most, hogy drága a kaja, lehet, hogy rá lehet jönni, hogy kevesebbet kell enni, meg amit veszünk, kaját, hogy nem kell mindent megvenni. Annyit kell venni, amennyire szükség van. És akkor lehet, hogy sokat lehet ott takarékoskodni. Mert lehet, hogy takarékoskodó idők jönnek. Csak ugye ott az a kérdés, mondom még egyszer itt a nagy takarékoskodásban, hogy az Orbánék politikája, ami egyébként egy igazi baloldali szocialista politika, tehát aki most balliberális, meg MSZP-s, meg DK-s, azoknak egyébként hozsannázni kéne. Mert az történik, amit ők szeretnének. Mert baloldali politika van. Vagy milyen baloldali politika? Ennél baloldalibat már nem lehet csinálni. Szóval viszont ugye közben van egy olyan nagyon jó kialakult vonal az Orbánéknál, hogy nem szorongatják a népet. És ugye ott van a nagy kérdés, ez az önmérséklettel, hogy most elhitték-e, hogy elkezdhetik-e szorongatni a népet. Mert ők azt nagyon jól csinálták, hogy sose szorongatták a népet. Lehet, hogy közvetve igen, de azt úgy nem vetted észre. Mert azért más az, hogyha oda mennek hozzád a revizorok, és megkérdezik, hogy honnan van a frigider, és megint más az, hogy most két tropival kevesebbet veszel, mert drágább lett az ára. Tehát az másképp van megfizetve, mint hogyha szorongatják a vállalkozásokat, szorongatják az embereket, stb. Hogyha azt kezdik el csinálni, na az diktatórikus. Az fordíthat a látásmódon, ahogy az emberek néznek rájuk. Csak ott is az a baj, hogy ha nézik őket, és megnézik a másik oldalt, akkor még mindig rájönnek, hogy hát bazeg. És ezért van itt szükség, tehát én az Orbánék helyébe nagyon sok, ugye ez a Gay Fodor nevű mondta, az a fiú, aki dolgozik valamelyik intézetnél, hogy ő mondta, hogy kéne olyan ellenzék, aki olyan módon besimul a rendszerbe, hogy együtt működik a rendszerrel, de konstruktívan kritikus. Hát ilyen nem lesz. Meg nem is tudnak konstruktívan kritikusak lenni, mert nem egyrészt belesimulnak anyagilag, meg minden szempontból ebbe különben, ebben a játékban, tehát most kell olyan tanácsadókat alkalmazni, szívesen suttogok, meg olyan hangadókat, olyan gondolkodókat, akik adott esetben tudnak a rendszeren finomítani, hogy a magyar szabadságérzethez, meg taktikailag még hozzá tudnak adni esetleg egy-két dolgot, amitől még működőképesebb lesz a játék. De hát mondom, egyébként színház az egész világ, és egy jó nagy, hát egy ilyen tragikomédiába hajló bohózat amúgy is, amit csinálunk. Tehát. És csak odázzuk el azt a kataklizmát, amire számíthatunk majd hamarosan, mert annyira vágyainkban vagyunk szeretve, hogy azok előbb-utóbb úgyis maguk alá temetnek, úgyhogy tessék sportolni, meditálni, képezni magatokat és kedvességgel megtölteni a lelketeket. Ez a menekülésetek egyetlen módja. Ha túl nyerte magát, ha Fidesz, ha nem. Köszönöm a figyelmet, további szép estét mindenkinek. Puszilok, ne felejtsétek, www.patreon.com/azigazidokumentTV. Annyi mikroadományt akarok, amennyi a Gulyás Marcinak van. Akkor leszek nyugodt. Köszönöm szépen. Abból is tuti, befizetem az adót. Csumi! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!